kedves ismerősöm, közel az 50-hez, múltkor beszélgetve azt mondja nekem, hogy annyira unom már ezt, 18 éve csinálom ugyanazt. Semmi nincs, ami fölpörgetne, ami lendületet adna. Mondtam neki, te, indulj el zarándokolni. És azt mondta, hogy az nagyon kényelmetlen. Az fárasztó. Egyedül menni, hát kockázatos. Tartok tőle. Másokkal meg nem szeretek menni. És akkor az jutott eszembe, hogy mondtam is neki, hogy ragaszkodjál csak magadhoz. Ugyanez maradsz. Hogyha változtatni akarsz, akkor hagyd ott magadat, meg a körülményeidet. A zarándoklás a legkevésbé kockázatos és a legkevésbé fárasztó dolog arra, hogy el tudj indulni egy új gondolkodásban, hogy kapj egy új lendületet. A zarándoklás persze nem csak arról szól, hogy gyönyörű a táj, és a fák között megállhatsz pihenni, és látsz mindent magad körül, hanem elsősorban magadról szól. Arról a csodáról, akit az Isten megteremtett. És a te felelősséged az igazán, és lehet, hogy ezt kérik számon, hogy mit kezdtél mindazt, amit adtam neked, mondja majd az Isten. Hagytad ott megállni? Vagy elindultál újra és újra megtalálni önmagadat és megtalálni engem? Ezért indultál.